Szeretettel köszöntök mindenkit első fehérvári előadásunkon, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt a darmát megoszthatom veletek, és a teremtés és karma fogalmaival, tudati aspektusaival fogunk most foglalkozni, és a legelső kérésem az, hogy tegyük félre a nyugati értelmezését a teremtésnek, amely valahonnan ugye onnan föntről jönne, az itteni kultúrkör szerint, és a karmát, amit úgy ugye sorsként hozunk magunkkal, és nagyon keveset tudunk változtatni rajta. Úgyhogy mi a teremtés a keleti, főképp zen és buddhista terminológia szerint? Szeretném az Avatamsaka szútrát idézni, amely a virágfűzés szútra, és a lényege az, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudatot teremt. Az eredeti az, hogy a tudat teremt, de ez a tudat ez benned is van, az állatokban is van, az érzékelhető és nem érzékelhető világban is van, tehát hogyha ezt a tudatot te megtapasztalod magadban, másokban és a világban egyaránt, akkor a teremtés pillanatát átélheted. A karma az nem sors. Ha nem látod át, akkor sors, végzet, hanem inkább kezdet, hogy tudatosan alkalmazod az ok és az okozat törvényét ahhoz, hogy például teremts, vagy amit teremtettél, azt megtartsd, és amit már nem szeretnél megtartani, azt lebontsd. Ez a buddhizmus megelőző és részben vele paralel kultúrkörben, az indiai, hindu nézetvilágban annyira fontos volt, hogy három istenséget rendeltek ezekhez a minőségekhez. Brahma volt a teremtő, Vishnu a megtartó, és Shiva a lebontó. Ez nagyon fontos, mert amikor erre a három istenségre vagy principiumra ránézel, akkor éled azt át, hogy mi egy lineárisnak tűnő időben élünk. Tehát először van a teremtés, aztán azt tartogatjuk egy ideig és használjuk, és utána pedig lebontjuk. Nagyon érdekes az, hogy az idő szemlélete a teremtésnek nem szokott annyira felszínre kerülni. Pedig ha megnézed, ez a lineáris idő, amit mi a nap 24 órájának élünk meg, ez azért lineáris számunkra, mert ebben a testben vagyunk, és ezzel a tudattal gondolkodunk. Ha nem ebben a testben lennénk, nem ezzel a tudattal gondolkodnánk, akkor az idő linearitása is megszűnne, vagy másképp működne. Ezt azok látták át nagyon jól, akiknek olyan transzcendens tapasztalataik voltak, hogy be tudták látni az időnek a ciklikus működését, egy sokkal nagyobb skálán, és ezt a ciklikusságot is meghaladva belátták az idő pillanatszerű működését, és ezt a tapasztalatot visszahozták ide a testbe, ebbe a világba, az ok és okozat működésébe. Miért fontos ez? A teremtés csak akkor tűnik börtönnek, hogyha ezt a lineáris időt te nem látod át, hogy honnan jön, mi tartja meg, és hová megy. A ciklikus időszemléletet, hogy megszületünk, meghalunk, esetleg újra születünk, és újra meghalunk, ezt a ciklikus időszemléletet is csak akkor látod szamszárikus létforgatagnak, egyfajta kényszer állapotnak, hogyha nem látod át a ciklus teremtését, hogy azt mi teremti. És itt szeretnék a virágfűzés szútrára visszautalni, hogyha meg akarod a világegyetem természetét, benne a teremtett időt és a teremtett teret, mint amit egyedül a tudat teremt. Mi hozzuk létre? Nagyon-nagyon nehéz ezt elképzelni, és én nem is kérem azt, hogy ezt hidd el, vagy képzeld el, csak felajánlom azt az utat, melynek a gyakorlási módja ugye számtalan, mint égen a csillag, és ezen módszerek közül az egyik a zen. A zen az elmélyedést jelent, egyévvállást jelent, a dolgok valódi értelmének a megismerését, a szavak valódi jelentésének a megtapasztalását, és ekkor tapasztalod azt, hogy ebben a pillanatban te hogyan teremted a teredet és az idődet. Volt már úgy, hogy nagyon lassan telt az idő? Vártál mondjuk a kedvesre, és nem jött. Volt már úgy, hogy nagyon gyorsan telt az idő? Hát igen, együtt voltatok, és hirtelen másnap reggel lett, és el kellett menni munkába.
És ilyenkor az idő nagyon-nagyon gyorsan megy. Aztán, amikor az életközépválságon túl vagyunk, akkor az idő már teljesen más üzemmódban van, mint addig, amíg befelé mész az erdőbe, aztán már kifelé jössz, és akkor már rájössz, hogy kevesebb van hátra, mint amit eddig éltél. És az időnek akkor már teljesen más jelentése lesz. Úgyhogy amikor teremtésre gondolunk, akkor rögtön valami foghatót keresünk, hogy mondjuk teremtsünk valamit agyagból, sárból, vízből. Na de hát ahhoz először valami tér kell, idő kell, környezet kell, és akkor abban ezt létre lehet hozni. Ugye? Amikor a teremtés megvalósul, mert megteremtettél valamit, a nagy keltésztából kiszaggattál ilyen kis helyes pogácsákat, különböző alakú pogácsákat, csillag alakút, kerek alakút, szögleteset, hosszút, magasat, alacsonyat, akkor ennek az okozatiságát tapasztalod, hogy bizony, kiveszem a sütőből a tepsit, és ott van a sült pogácsa. Az élet is ilyen. Megteremtesz magadnak egy élethelyzetet, felveszel kapcsolatokat, megtartod ugye a családi kötelékeket, és látod azt 10-20 év múlva, hogy milyen alakú pogácsák sültek ki az életed serpenyőjén. Szúrós pogácsa, lágy pogácsa, szeretem pogácsa, nem szeretem pogácsa. Na ez a karmának a működése, azok az okozati folyamatok, amelyeket részben átlátsz, részben nem látsz át. Tehát kétlem, hogy 20 évvel ezelőtti napra pontosan úgy emlékeznél, ahogy az volt. Hogy mit csináltál 20 évvel ezelőtt? Talán az, hogy 20 hónappal ezelőtt, még az se. A 20 órával ezelőtt az talán, az még úgy dereng. De ahogy telik meg a tár, ugye az ember egyre rövidebb távon emlékszik, és ez egészséges, ez a tudat öntisztító mechanizmusa, ha nem tudnánk felejteni, nagyon-nagyon gyorsan ebben a nagyon érdekes zubbonyban találnánk magunkat, és ilyen együttérző, izmos emberek kísérnének minket a különböző osztályokról a másik osztályra. És ez azért van, mert hogyha a tudat nem tudna üríteni, és nem tudná az élményeit a tudatküszöb alá letenni, megkattannánk. Úgyhogy a karma, mint következmény sík, az nagyrészt nem látható, de amivel azonosulunk, azt tároljuk a lélekben. Ezt ahhoz hasonlítanám, hogyha egy nagyon jó bumerángod van, ezt eldobod, körbe megy mondjuk itt az igen szép nagy épület körül, meg körül nagyon sokan mendegéltetek a mai este kezdés előtt, és ezért csak visszaír a kezedbe. Ez a bumeráng 3 perc alatt mondjuk megkerüli ezt a környéket, és visszajön. Emlékszel, te dobtad el. A következő egy sokkal nagyobb hatótávolságú bumeráng, az körbe repüli Fehérvárt, de még így is ilyen 20 perc alatt megvan a körséta, és utána visszaír a kezedbe, és leteszed az asztalra. Minden, amit a bumeráng addig átélt, találkozott madarakkal, megkerülte a víztornyot, elment az erdőbe, kijött onnan. Tehát ez mind a bumerángon rajta van, nyomokban. Aztán van egy szuper bumerángod, amelyik megkerül az egész országot, ez már több napos túra. És van olyan, amelyeket olyan messzire dobtál el, hogy a következő életedben jön vissza. Akár úgy is, hogy nem emlékszel rá, hogy azt te dobtad, hogy micsoda én, de akkor miért hozzád jött vissza? Miért van neked között hozzá? Az ok és okozat úgy működik, hogy ami a tied, az megtalál. Amivel neked van dolgod, az visszaérkezik hozzád. Akárhogy próbálsz meg oldalazni, és így elsasszézni előle, az mindig megtalál. Ez jelenti azt, hogy egy általad teremtett okozati vonal szépen megkerülte az élet nagy erdejét, vagy több élet nagy területét, és visszaért hozzád. Úgyhogy a bevezetés mottója az, hogy nincs teremtés következmény nélkül. Pedig nagyon szeretnénk, különösen a világnak ezen a táján, ahol az elmúlt 100 évben elképesztő társadalmi, közösségi, tudati, politikai, vallási és egyéb változás volt, legalább 3-szor kellett az egész társadalomnak újraírnia azt, hogy mit lehet és mit nem. Az elmúlt 100 évben, nézd meg!
hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes ember, mi a helytelen ember, miért és kiért éljünk, ki az, akit szeretünk és ki az, akit nem szeretünk. Ezt a világnak ezen a tájékán annyiszor kellett megváltoztatni, hogy ez minden csak nem egy természetes, egymásra épülő, generációról generációra érvényesülő evolúció. Ez nem egy természetes fejlődés. Ez egy erőszakos fejlődés. És képzeld el, ha azt mondanád egy fának, hogy te nem növesztheted a gyűrűidet, ahogy szeretnéd, majd én megmondom neked, hogy milyen gyűrűid legyenek. És behorpasztom itt, bevágom ott, elhajlítom ott, és az egész erdőből egy ilyen bonszáj lesz. Mesterséges fa. És hogyha egy ilyen társadalomban élünk, akkor nem vesszük észre azokat a természetes teremtő folyamatokat, hogy valójában mi, hogy élünk együtt, valójában milyen következményekkel bírnak a cselekedeteink, a beszédünk, az érzelmeink, a gondolataink, mert ezt más gondolatok, más érzelmek nem engedik érvényesülni. Így hatunk egymásra, és ahhoz, hogy ezt tisztán lássuk, ahhoz egy kicsit vissza kellene ebből venni. Az egymás determinálásából, meghatározásából, korlátozásából vagy serkentéséből egy picit vissza kellene venni, az energiákat befelé fordítani, és megkérdezni, hogy mi ez, honnan jön. Tehát minden, amit teremtek, amit megtartok, amit lebontok, mi ez, honnan jön. És ennek a forrását tapasztalni. Tapasztalni a tudatot az előtt, hogy érzelemmé, beszéddé, gondolattá alakulna, vagy fizikai differenciálódássá alsó csakrák környéke, ahhoz, hogy a teremtést tisztán tapasztaljuk torzító mezők nélkül. Nincs teremtés következmény nélkül. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha néha az lenne, hogy ne legyen következménye. De ahol van ok, ott van okozat, ahol van cselekedet, ott van következmény, és ez a karmának a törvénye, nem pedig az, hogy neked változtathatatlan sorsod van. Tudatosságod mértékében tudod újra teremteni magadat, tudatosságunk mértékében tudjuk újra teremteni a világunkat. És ha megnézed, a legtöbb társadalmi ideológia, politikai mozgalom, vallási felfogás és egyebek nem támogatják ezt a tudatosságot. Megmondják neked, hogy te ki vagy, hogy hogy éljél, hogy hogy legyél jó ember, hogy leszel rossz ember, és a többi. De az, hogy magadban felébrezd ezt a teremtő potenciált, hogy lásd, hogy hogy teremtjük egymásnak ezt a világot az egyéni, családi, csoportos, társadalmi életszintjén, ezt nem tanítják. Nagyon kevés ember juthat el sajnos arra a fokra, hogy magában tapasztalja a teremtés teljes mozzanatát. Ha lemondunk a lineáris idő objektivitásáról, a ciklikus idő determináltságáról, akkor eljutsz be a pillanatba. És ebben a pillanatban van a kör és a középpontja. A ciklus és annak a menő, vagy éppen álló volta. És ebben a pillanatban történik a világ teremtése, megtartása és lebontása. A tudat lényege szempontjából nincs múlt, jelen és jövő. A keletkezett világ működik múlt, jelen és jövő alapon. De az, ami ezt létrehozza, látja, elszenvedi, ami bennünk a lényeg, ami benned most figyel, hallgat és megpróbálja ezt megérteni, az eredetileg nem kötött térhez és időhöz. Még testhez és érzékelésekhez sem. És ennek a felfedezése, ennek a tapasztalása ebben a világban, ebben a testben nekünk lehetőségünk. Ezt hívjuk Buddha természetnek. Ezt hívjuk a felébredés lehetőségének. Tehát az, hogy ez a világ nem objektíve létezik, hanem mi teremtjük. Az, hogy az emberi kapcsolataink nem determináltak, hanem mi kondicionáljuk egymást. Ez mindenkinek a lehetősége, hogy erre rájöjjünk. És amennyire vagy tudatos, annál mélyebben tudod megismerni magadat és a világot, annál jobban látod a karma működését, és annál frissebben, annál emberibben, annál minőségibben tudod újra teremteni az életedet, az életünket, azért, hogy az út az arra menjen, amerre mi magunk szeretnénk menni. Hogy ne kényszerhelyzetek sorozatának érezzük az életet, hanem megteremtett, általunk élt
és másoknak felajánlott életként. Úgyhogy a teremtő potenciára való ráébredés az nem más, mint a szabadság és felelősség egyszerre történő felébredése. Ahogy karma nélküli teremtést szeretnénk legtöbben, úgy olyan szabadságot szeretnénk legtöbben, amelyhez felelősség nem párosul. És itt követünk el óriási hibát. Nem egyet, sokat. Amíg rá nem jövünk, hogy az igazi szabadság akkor keletkezik, amikor elkezdünk felelősséget vállalni. Ahol te kreatívan, produktívan jelen vagy, ott felelősséget is kell vállalnod azért, amit csinálsz. És ebből a felelősségből következik a szabadságod. Csak annyi szabadságod lesz, amennyi felelősséget vállalsz. Több nem. Ez igaz. A cselekedetek, a beszéd, a gondolat és az érzelmek síkjára egyaránt. Amennyire ez a négy egy irányba tart, annyira integrált a személyiséged. Ha nagyon széttart az, amit mondasz, amit teszel, amit érzel és amit gondolsz, ha ez az állapot tartós, akkor szét fogsz esni. Tehát mennyire engedünk azoknak a kényszereknek, hogy másképp gondolkodjunk, mint ahogy beszélünk, másképp érezzünk, mint ahogy cselekszünk. Tehát, hogy ezek a személyiség területek a saját jól felfogott érdekünkben széttartsanak. Ne egyfelé menjenek. Hogy ne legyen az a szívemen, ami a számon, és fordítva. Tehát mennyire engeded meg azt, hogy helyetted teremtse valaki, vagy valakik a világodat, és abban te egy alávetett szerepet töltsél be, vagy pedig mennyire veszed a kezedbe a sorsodat, és teremted meg azt az életet, azt a karmát, amely szerinte élni szeretnél, és nem egyedül. Csak az egyéni erőfeszítésről, az egyéni cselekvésről nem lehet lemondani. Miért? Mert testben, lélekkel létezünk. Egy egyénekre osztott, de társulásra képes társadalomban élünk. Ezért az egyén felelőssége az nem hagyható figyelmen kívül. Keleten azért fontos a teremtés és a karma összefüggése, hogy nehogy elveszítsük egymást, nehogy elveszítsük ezt a világot, nehogy megszűnjön az egymásra utaltság belátása, a mulandóság belátása, a befejezhetetlenség vagy tökéletlenség belátása. Különben az egyén nagyon-nagyon komoly tévtanokat, tévutakat és téves nézeteket követhet. És hát, hogyha megnézed a különböző mentális betegségeket, akkor azok pont azt mutatják, ahol mi, mint társadalom tévedünk. Akik már olyan szélsőségekig vitték ezeket a tévedéseket, hogy már a mindennapi életben sem tudnak működni. Szándékosan nem mondok diagnózisokat, nem szeretnék megbántani senkit. Akinek a tudata szétesik, működésképtelenné válik, túlpörög, kiég, ott egészen biztos, hogy az önismerettel, a világismerettel, a társulással, a cselekedettel, tehát az élet teremtett és következmény síkjával nagyon nagy bajok vannak. És mindaddig ezeket nem tudjuk orvosolni, ameddig magunkban rendet nem tettünk. A nyugat általában a külvilággal kezdi. Tehát kívül akarok rendet csinálni. És ez nem is baj. De ha aztán ezt az energiát nem fordítom befelé, akkor nem megyek le a gyökerekig, nem ismerem meg azt a lényeget, amely bennem és a másikban közös, tehát nem fejezem be a munkát. A kelet ugyanezt a problémát hozza, csak másik oldalról, ott évszázadok óta befelé fordítják az energiát, legalábbis a taoista, konfucianista, buddhista irányzatok. Azt nézik, hogy belül mi volt a probléma, hogyha probléma van. Konfuciánusok első mondata, hol hibáztam? Zen buddhistáknál ugyanez, hogyan teremthette ezt a tudatom? Taoistáknál, hol tértem le a természet útjáról? Hol szakadtam el a természettől? És így ezzel a szemlélettel azok a minőségek, amelyeket mi annyira keresünk, a szerénység, alázat, odafordulás, önzetlen segítség, ez mind megvalósítható csak akkor, ha egy bizonyos mennyiségű belső elvégzett munka után ezt az energiát kifelé is fordítom, és a helyzetfelismerés mellé kapcsolatteremtés és helyes cselekvés is párosul. Tehát a teremtést és a karmát összekapcsolom. És nem próbálom meg szétválasztani úgy, hogy legyen valami, ami engem mutat,
ami az én teremtésem, de az legyen következmény nélkül, és ne kelljen később érte felelnem. Úgyhogy a világ állapota, a tengerektől kezdve a sarkvidéki egyenlítői és a szubtropikus övezetekig, az emberiség állapota a különböző típusú társadalmakban pontosan ezt mutatja, hogy elfeledkezünk a teremtés következményeiről. Elfeledkezünk arról, hogy mi vagyunk a felelősek a saját szabadságunkért, és a teremtés az a mi karmánk. Nem lehet senkit és semmit felelőssé tenni azért, amit mi magunk teszünk, gondolunk, érzünk és mondunk. Ennyit szántam így rövid bevezetőnek, és csak azért, hogy a kérdéseitek tegyék ennél sokkal érdekesebbé ezt az előadást, és ezek a kérdések, amiket ti majd föltesztek innen belülről, ezek fogják az előadás konkrétumait szolgálni. A csoportos karmáról szeretnék kérdezni, hogy az egyén karmája, illetve az egyén teremtés az mennyire befolyásolja? Hogy lehet megmozdítani úgymond egy csoportos karmát, mondjuk egy nemzetet? Attól függ, hogy mennyire hallottad meg azt a karmát. Ez azért kell, mert senki sem lehet proféta a saját hazájában. Tehát le kell válnod arról a csoportkarmáról, amelybe beleszülettél, meg kell haladnod, fel kell dolgoznod, és ezt a rálátást, és ezt a távolságot kell később használnod ahhoz, hogy a csoporttagjait segítsd. Ez egy nehéz kenyér. Általában rosszul tűrik. A csoportnak egy egyén megmondja, hogy hát lehetne ezt akár jobban is csinálni. Úgyhogy ilyenkor a kiátkozást a keresztre feszítésig, a száműzetésig, a passzív-agresszív agyonhallgatásig minden szokott lenni. Tehát az egyénnek, aki bizonyos szinten meghaladta a csoport karmáját, óriási feladata az, hogy ezt kommunikálhatóvá és valamilyen szinten elfogadhatóvá tegye. Tehát ne proféta legyen, hanem maximálisan segítő és odaforduló ember, és a legnagyobb feladat az, hogy ne akarja jobban tudni a csoportnál, de csinálja jobban. És akkor majd az a példa hat. Tehát az emberek utálják, ha osztják az észt valahonnan felülről, és joggal. Az, hogyha segítő szándékkal fordul oda az az illető, aki az adott csoport karmát meghaladta, és visszatért oda, akkor ez a segítő szándék előbb-utóbb utat talál, mert tapasztalati alapú hitet ébreszt. Mert rá lehet nézni, meg lehet szemlélni. Nem beszédfüggő, nem ideológikus, nem kizárólagos, nem arrogáns. Tehát ez az, ami igazából elkezd működni, és aztán már csak kellő kitartás kell. Ez sokkal inkább hasonlatos a sziklára csepegő vízhez, semmint egy hatalmas nagy ilyen árvizes zuhatakhoz, ami szezonálisan lemegy a folyón, és aztán majd kiöntött, és majd az iszappal ott megtermékenyíti a földet. Több évtizedig, évszázadig kell csepegni a víznek, mire a csoportos egoitás szikláját így lerepeszti. De akkor megvan. Németország egyébként a legjobb példa. Menjünk vissza csak 1870-ig, tehát a francia-porosz háborútól, a Weimári köztársaságon át, és a két világháborún keresztül aztán a két Németország, egy Németország, és az elmúlt ugye 25 év, az milyen elképesztő változásokat hozott abban a csoportkarmában, amit mi német karmának nevezhetünk. Ez döbbenetes. Erre a változásra mindegyik csoport képes, csak hagyjuk-e, hogy tudatosodjunk? Engedjük-e látni magunkat és egymást? Vagy pedig visszahúzzuk egymást, mint ugye abban az őrizetlen üstben, ahol se ördög, se felirat, csak mindenkiben van a sülő olajban. És amikor megkérdezi a látogató, a vezető, hogy itt mi történik? Ja, ezek visszahúzzák egymást. Hát, ha engedjük egymást fejlődni, hogyha engedjük egymást tudatosodni, ha segítjük egymást a tisztánlátásban, akkor a közös teremtésünk is elviselhetőbb, sőt, cél lesz, hogy együtt csináljuk, mert egymásért csináljuk. Úgyhogy a csoportkarma az egy nagyon kemény dolog. Az egyénnek szerintem benső hivatása és kötelessége, hogy valamilyen szinten meghaladja a saját családja, környezete, társadalmának a karmáját, és rálásson. Említetted, hogyha a beszéd, a cselekedet, a gondolat és az érzések nem egy irányba mutatnak, akkor és nem integrált a személyiség, akkor szétesel. És konkrétan egy példát említettél, hogyha nem az van a
szádon, ami a szíveden, akkor ez is egy jele annak, hogy ezt például konkrétan hogy lehet orvosolni, hogyha valaki ezt esetleg tapasztalja. Találsz valamit, amit kimersz mondani, találsz egy embert, aki megért téged, és megérez téged. Az élet olyan, hogy nem mindenkinek szabad mindent elmondani, és minden helyzetben, és minden körülmények között, de ha megoldod azt, hogy legalább egy teljesen őszinte kapcsolat van az életben, akinek minden, de mindent, és viszont őt se kell túltölteni, és ő se töltsön túl téged. De az a hangtalan, kimondatlan egyetértés, az a lelki közösség, amely azt érezteti a kapcsolat tagjaival, hogy egymásnak bármit, bármikor el lehet mondani, el lehet gondolni, lehet érezni és éreztetni, és a cselekedetek is így elfogadhatóak, ez a fajta biztonság, bizalom az igazi szeretetnek az alapja. És nézd meg, hogy mennyit küzdünk ezért. És milyen elképesztő erőfeszítéseket teszünk ezért. Saját letisztultságunk és integráltságunk hiányában katasztrofális irányba mennek ezek az erőfeszítések. Ezekből a katasztrofákból és kudarcokból tanulunk. És szedjük össze magunkat arra, hogy a következő lehetőségre méltóbb legyek. Hogy ne rúgjon ki, ne csalódjon bennem, ne dobjon el, és én se csalódjak, dobjam el, és rúgjam ki a másikat. Világos, hogy ezt az életnek nagyon-nagyon kevés pillanatában, ritkán csak egy-két emberrel lehet. De az, hogy a mindennapi életben törekszel az őszinteségre, anélkül, hogy az bántó legyen, vagy rontó legyen, az a lelki egészségnek az alapja. Tehát tudatos hazugságban élni, az nem csak demoralizáló, hanem egy idő után nem tudod, hogy melyik hazugság réteg az, amit éppen akkor igazságnak állíts be. 10 000 kezed van, de egyik se fogja meg a valóságot. És ez óriási veszély. Ugyanaz, amikor nem mered az érzéseidet magad előtt artikulálni, nem mered elgondolni azt, amit érzel. És ez nem analízis, nem elméleteket gyártasz, nem magadat akarod elméleti kalodába zárni, hanem egyszerűen megnevezed azokat az érzéseket, amelyek benned vannak. Vagy elmered fogadni azt, amit a másik csinál, de megmered nevezni magadban azt, hogy mit csinál. Nagyon-nagyon nagy különbségek vannak itt. Az, hogy mi egy integrált személyiség, mikor érzel egy benső egységet, anélkül, hogy narcisztikus, cezaromán, mániákus és egyéb komplexusok párosuljanak hozzá, az nagyon nagy munka. Mindenki élt annyit ebben a teremben, hogy tudja, önkép vesztesség nélkül, egótörés nélkül ebből az életből nem mész ki. Mindenki változik, néha akarata ellenére, néha kínosan, néha kellemesen, de az önképed még a 3 évvel ezelőttivel se azonos. Lehet, hogy a 3 hónappal ezelőttivel se azonos. Tehát változunk, ha kell, ha nem, ha szeretjük, ha nem szeretjük. És az az önkép, amit te énnek mondasz, az nem tartható meg. Ha eleget éltél és eleget láttál, akkor látod, hogy egy darab fix eleme nincs. Van lélek, csak egyetlen egy fix eleme sincs. Minden gondolatod változhat, minden érzelmed változhat, minden cselekedeted, minden szavad változhat, de az a tudat, amely ezt látja, az nem változik. Ha van valamilyen célja az életnek, akkor talán pont az, hogy ezt a tudatot megtapasztald. És a személyiség változásainak a viharában, vagy a csendes folyamatában tapasztalj meg valamit, ami nem változik, ami nem keletkezik, nem szűnik meg, nem jön, nem megy, nem hal, nem él, de mégis lát. Úgyhogy ez az, ami nem tudható, de tapasztalható. Ez az, ami nem csak látja a teremtést, hanem az első szikra onnan jön, és az utolsó omega oda tér vissza. És ez akármennyire is következetlen logikailag, annyira fontos, hogy ahogy az előbb mondtam, az indiaiak 3 istenséget rendeltek mellé azért, hogy ezt a 3 aspektusát ennek az egy valaminek, amit nem nevezhetek meg, mert nincs rá rendes szó, de tapasztalhatok, hogyha helyesen gyakorlok, hogy ezt valahogy beállítsam a létbe, és megmutassam, hogy hogyan működik. Tehát ezért van Brahma
Vishnu és Shiva, hogy a saját buddha természetednek, a felébredett tudatodnak a működését alapszinten, az alapvető hármasságában megmutassa ezen a földön, ebben a testben. Ugye szeretethez kapcsolódva, amit válaszoltál Dórinak, nekem az a kérdésem, hogy szóval nagyon sok embertől megkérdeztem, föltettem ezt a kérdést, hogy hogyan lehet okosan szeretni, és egyáltalán mit jelent ez, hogy okosan szeretni valakit? Miért szeretnél te okosan szeretni? Igazából akarom szeretni azt, akinek odaadom a szeretetemet, ami szerintem egy nagyon nagy érték. Nekem is, és annak is, akinek adom. Legalábbis remélem. Igazából szeretnéd odaadni, mert érték. Ez még mindig csak 50%. Ez okosság? Nem tudom, azért kérdeztem meg, hogy hogy lehet okosan, és hogy lehet megosztani egyáltalán. Mi lenne, hogyha nem gondolattal szeretném a szeretetet minősíteni, javítani, irányban tartani, hanem egy másik ember segítségével. Tehát ha elveszed az okosságot, mint igényt, és a másik emberre lefordítod ezt, és azt mondod, hogy úgy szeretném szeretni a másik embert, hogy azt tudja viszonozni. Az milyen? Nem tudom, fogalmam sincs. Hát azért értél már eleget. Hát volt olyan, hogy szerettél, azt viszont szerettek. Így van? Igen, igen, persze. Az okos szeretet volt? Nem, úgy éltem meg, hogy ez a természetes. Erről szól a történet. Volt okos része is. De volt olyan, amikor nem tudtad megmondani, hogy miért, de működött. Talán azért, mert egymás szívét, egymás lelkét annyira jól éreztétek. Tehát ne okos legyen a szeretet, hanem viszonozható és tiszta. Sokkal egyszerűbb. A viszonozható szeretet a legpozitívabb visszacsatolás, mert a másik is előbb-utóbb rájön, hogy neki is úgy kell viszont szeretni téged, hogy az viszonozható legyen, és az aztán a teremtő. Az gyönyörű. Beavatásokról szeretnék egy kicsit, ugye annak is van köze a teremtéshez. A reiki, nadi, vagy például olyanok, amikor csak úgymond becsettintenek, és megemelkedik az energiaszint, hogy ez valóban tényleg ennyiről szól ez a történet, hogy ott olyan dolog történik, ami tartható, mondjuk hosszú évek alatt? Vagy ez elveszik, amit csinálnak egy beavatásnál, vagy nem? Voltál ilyen beavatásra? Voltam. És nem azt érzem, hogy nem működik a dolog. Tehát, hogy megtörténik az avatás, és valahogy nem, utólag érzem, hogy nem működik, mint hogyha... Amikor az avatás pillanata aktusa volt, akkor azért érezted, hogy valami van, így van, ami nem szokványos. Ugye? Ha nem hazudok, akkor inkább azt mondom, hogy mikor elmentem, két napig teljesen pörögtem, de azért, mert úgy éreztem, kaptam valamit, de azt nem éreztem, hogy kaptam valamit, csak elhittem magamnak, hogy kaptam valamit. Ó, nagyon-nagyon szép, amit mondasz. Ez a hit, ezt, mint tudjuk, hegyeket mozgat. De miután a karma hegyeit megmozgatta ez a hit, utána le is rakta valahova, és utána megint csak áthelyezted a hegyeket, de nem vágtál rajtuk keresztül utat. Ez azért fontos, mert ezek az alkalmak, amikor így a csoport így egy irányba fordul, és mindenki azt a beavatást megkapja, akkor ők ugyanazt hiszik. És ettől a hittől lesz olyan elképesztő erejű a dolog, nem pusztán attól, hogy ott valami szertartás van, vagy megnyitnak ugye, érzékszerv feletti birodalmakat és egyebek, ezek mind érvényesek. De ami igazán számít ezen a földi síkon, az az, hogy akkor egyszerre szól a mantra, mindenki ugyanazt hiszi, mindenki ugyanazt gondolja, érzi, mondja, és ez az erő az, amit az ember ott megérez. Ha ezek után nincs egy otthoni gyakorlat, illetve csoportos gyakorlat, akkor nincs egy olyan meditációs ösvény, amelyen keresztül ez a beavatás tartósítható, a mindennapi életbe integrálható lenne. Képzeld el, hogy van egy robbantó mestered. Te vagy a bánya tulajdonosa. És a robbantó mester fantasztikusan gramra kiszámított dinamit töltetekkel, fantasztikus húzalozással, biztonságosan berobbant egy párnát úgy, hogy azt lehessen fejteni. Igen ám, csak hogy a vájárok hazamentek szabadságra. És ott marad a lerobbantott széntömeg a tárna kellős közepén. Na, ezért nem működnek azok a dolgok, ahol csak kaptál egy hatalmas nagy indítást, de utána nincsen ilyen légkalapácsos, fejtős, lapátolós brigád, aki berakja a csillékbe a szenet, és akkor az jön ki. Azért fontos, mert a karmádra nagyon sokféleképpen ráláthatsz, a saját buddha természetedre nagyon sokféleképpen ráérezhetsz, de ha utána nincs egy szisztematikus munka, akkor nem végezted el azt a mindennapi, néha unalmasnak tűnő, de nélkülözhetetlen feladatsort ahhoz, hogy te tiszta is maradj. Ne csak egy mintát kapj belőle.
ezzel nem a beavatásokat minősítem. Nagyon erősek tudnak lenni, tanító, tanítás és tanítványi közösség függvénye, hogy ezek hogyan működnek. De hogy te utána nem leszel gyökeresen más, csak akkor, hogyha évekig dolgozol, és mész ugyanabba az irányba, ahova mondjuk a beavatás mutatott, az biztos. Utána még rengeteg munka van. Ezért mondta a régi kínai bölcsesség, hogy elolvastál egy könyvet, 10 000 lépést kell tenned. Kaptál egy beavatást, 10 évig kell gyakorolnod. És az emberek általában szeretnének újabb és újabb beavatásokat kapni. Az majd segít, hogy 2 hónap múlva elmegyek egy másik tanítóhoz, egy másik beavatásra, mert az olyan jól esett az előbb. És ez nem fogja megoldani a problémát. Elmúlik 1-2 hét, és akkor visszaérkeztél a szokásos kerékvágásba. Ezért kell gyakorolni. Ezért van rengeteg utómunka ezzel. A jógázással valamiféle szintű karmatisztítást esetleg lehet-e eszközölni, hogyha valaki rendszeresen gyakorol? Ezzel el lehet érni egy csomó mindent fizikailag és energetikailag, de az igazi kérdés az, hogy tudatilag mit érsz el. Tehát hajlékony lesz a test, de hajlékony lesz a tudat. Megváltozik a fizikai működésed, de megváltozik az önképed. Megváltozik a világhoz való viszonyod, de megváltozik az emberekkel való társas kapcsolatod is. Hát ez azért húsba vágó, mert pusztán fizikumra gyúrni, azt egy idő után az ember észreveszi, hogy az lesz az, ami x évtized múlva szemétkosárba megy. És ez itt belül lesz az, ami kiszáll belőle. Most akkor mibe fektessek energiát? A válasz az, hogy arányosan fektessek energiát mind a kettőbe azért, hogy a léleknek a munkáját el tudjam végezni ezen a földön. Tehát a hosszú élet, amikor taoista, indiai, meg egyéb gyakorlók nagyon komoly gyakorlatokat végeztek azért, hogy ne hamar hagyják el ezt a testet, hanem még 1-2 évtizedet benne töltsenek, az nem egy öncélú dolog volt, mert annyival tovább szerettek volna a jachton lenni. Nem azért, hanem azért, hogy minél többet hozzanak ki egy inkarnációból. Na most ehhez egy jó állapotú test nagyon jó alap, de nem ez a felépítmény. Tehát a jogában is van ugye hatha joga, lája kriya joga, rádzsa joga és a többi. Az a fontos, hogy a tudat megtalálja azt a felépítményt, azt a meghaladó mozdulatot, amely már nem az érzékszervi síkról szól, már nem a testről szól. A joga egyébként nagyon jó alap erre, csak nem szabad a fizikai, energetikai síknál megállni. Mert egy idő után akkor az ember abba hagyja. Hanem tovább kell vinni olyan tudati szintre, ahol elérhetem a moksa vagy felébredés állapotát. Nem tudom, esetleg ezzel a reinkarnációval kapcsolatban nem vagyok benne biztos, hogy bármely átlag embernek annyira egyértelmű ez, hogy újjá fog születni. Hogy szerinted ez, hogy kifejtenéd azt, hogy mi ennek a konkrét bizonyítéka részedről? Nézd, én nem szeretném, hogy itt az emberek olyat higgyenek el, amely az ő tapasztalataikon kívül esik. Tehát, hogyha valakinek nem volt olyan tapasztalata, hogy test és lélek szét tud válni és újra tud csatlakozni, akkor én nem szeretnék itt bizonyítani semmit. De azt viszont nagyon sok tanító, köztük én is ugye tanítjuk, hogy fogantatáskor fölvesszük a testnek ezt a magállapotát, és utána megszületünk, utána leéljük az életünket, és ezt a testet, mint a sofőr az autót, szépen visszavisszük a telepre. Úgyhogy ezt én munkahipotézisnek javaslom, és nem fogok saját tapasztalatokat hozni, amely alapján én felelősséggel állítom és tanítom, hogy ez így van. Én azt szeretném, hogyha téged valami módon inspirálna akár ez, akár más előadás arra, hogy eljuss tapasztalati szinten ennek a bizonyítékához saját magad számára. Ha megpróbálom az életem részévé tenni mondjuk a meditációt, akár csak pár percre is naponta, akkor az nagyon-nagyon jó és hasznos lehet, inspirálhat arra, hogy menj tovább, tapasztald meg a tudat különböző állapotait, és nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy nem az ilyesféle tapasztalatok beszerzése az elsődlegesen fontos. Az elsődleges, nagyon fontos dolog az, hogy a saját tudatodat, saját lelkedet, saját életedet, kapcsolataidat, cselekedeteidet tedd rendbe. Ehhez nem kell a reinkarnáció tapasztalata. Ehhez csak itt kell lenni ebben a pillanatban 100%-os tiszta jelenléttel. És hogyha ebben a pillanatban tiszta,
tükörszerű tudattal jelen vagy, akkor helyesen ismered fel a helyzetedet, helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen cselekszel. A saját életemmel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, illetve gyakorlati tanácsot, mégpedig azért, mert a munkát nem tudom letenni, tehát nem tudom itt hagyni az irodában, hanem akár órákig vagy napokon is pörgök ugyanazon a dolgon, és ha van olyan technika, amit én laikus el tudok sajátítani, és le tudom nyugtatni a szervezetemet és az agyamat is, azt nagyon megköszönöm, hogyha ebben segítesz nekem. Kétféle technika van. Figyeled a lélegzeted, és figyeled, hogy a tudatodban milyen rutinok pörögnek. És amikor azt látod, hogy a kezed így tovább megy a munkába, holott nem kéne, akkor megkérdezed magadat, hogy mit csinálok éppen most. Most mit csinálok? És akkor észreveszed, hogy a kezed dolgozik. Vagy a tudatod ott van, és újabb egy Excel táblát nyitottál meg. És újabb ilyen hatalmas rutinok vannak. A másik társkapcsolat. És megkéred a társadat, hogy ha azt látod, hogy munkaidő után, akkor fogd le a kezemet, és csinálj valamit, hogy veled foglalkozzam, hogy téged vigyelek fel a padlásra, és hagyjam a dagadt munkát másra. Oké? És amikor így teleportálta magát valamilyen absztrakt, szenvedésteli birodalomba, lásd, munka, akkor gyöngéden vissza kell hozni, és azt mondja, hogy szívem, itt vagyok. Igen, ez pont így történt, és én nem hittem el, hogy ott van, tehát. Akkor még egyszer. Mint a mantrát. Azt se egyszer mondjuk el. Jó? Tehát bízz azért, hogy a társ meg tudja csinálni, de ahhoz te is kell lesz. És a másik, hogy a közös meditáció az már egy nagyon világos, egymás segítő mozdulat arra, hogy az éberség állapotában egy adott pillanatban közösen jelen legyetek. Vannak olyan társadalmi rétegek, csoportok, amelyek őrzik azt, hogy milyen lehet magas szintű kapcsolatban élni. Egy kifinomult család életben élni, ahol sokkal inkább érezzük egymást sem, mint szétgondolkodnánk az életünket, és szétkommunikáljuk a jelenlétünket. A tudatunk képes az öngyógyításra. Igen. Képes rá, de határok között. Amikor például ezt a tantien köldökcsakra meditációt folytatja az ember, ez lehet zen, lehet más, iskola, akkor a tudat leegyszerűsödik és visszatér egy differenciálatlan állapotba. Ezt hívjuk egy tudatnak. Ez a teremtés előtti állapot. Az ok és okozat kialakulása előtti állapot. És amikor ez bekövetkezik, akkor a szervezet képes az öngyógyításra, mert a tudat kiegészül. A dualitások elcsitulnak. A léleknek ezek a kényszermozgásai megszűnnek. De ez gyakorlat, és nem helyettesíti az orvost. Tehát ez azért fontos, mert nem akarok olyan benyomást kelteni senkiben, hogy a határaidat ilyen szinten gyorsan meg tudod haladni. Tehát ha orvosi segítségre van szükség, akkor menjél orvoshoz. De a tudat képes az öntisztulásra, a szervezet képes az öngyógyításra helyesen gyakorolt meditáció által, de határok között. Tehát sem a lehetőségét nem szeretném elrejteni, sem pedig a hatását nem szeretném túldimenzionálni, mert bármelyik szélsőség hiba lenne. De ha gyakorolsz, van eredmény. Többször elhangzott az a kifejezés, hogy meditáció. Én teljesen új vagyok ebben a témában, tehát nem tudom, mit értsek alatta. A meditáció az a zennek az alap működése és művelete. Ez azt jelenti, hogy az előző kérdésre válaszoltam, hogy a tudatot visszahozzuk egy tisztán látó állapotba. A világ tisztán látása, a pillanatban való tiszta jelenlét, ez a meditáció, és az összes többi már technika meg kultúra. Tehát az, hogy hogyan lélegzem, hogy tartom a szemem, hogy ülök, tehát a fizikai, energetikai, szellemi része, az már kultúrfüggő, de az, hogy a tisztán látás pillanatában jelen lenni, megélni az egyén és a világ egyéválását, megtapasztalni azt, hogy minden jelenségnek közös a lényege, felébredni az illúzióinkból, letenni a karmikus terheinket, meglátni teremtő potenciálunkat, ez mind-mind meditáció így, ahogy van. A tisztán látás, belelátás, egyéválás, a szavak eredeti értelmének megtapasztalása, a tudat működésének az átlátása, a tudat teremtő mi voltának a megtapasztalása. Többek közt az, hogyha ennek a világegyetemnek a természetét szeretnénk tapasztalni, akkor lássuk úgy, hogy egyedül a tudat teremti, ahogy kezdődött a mai előadás. Ez mind a meditáció
műveletével tapasztalható meg. És ez nagyon fontos, hogy ez az egész nagyon kevéssé írható körül szavakkal, körbebástyázhatjuk különböző mondatokkal, de ezek kevésbé teszik érthetővé, mint szeretnénk. És sokkal inkább tapasztalható ez. Tehát a legmélyén ez egy egyszerű, tiszta, cselekedhető és tapasztalható dolog, csak rágyártottuk a filozófiát, a vallást, a tudományt, a történelmet, a kultúra egyéb aspektusait, és ezen töredékeken keresztül szeretnénk az egészet értelmezni, semhogy tapasztalnánk. Öt vak elment az állatkertbe, és mindegyik az elefántot szerette volna, és egyik a lábát, a másik a farkát, a harmadik a fülét, a negyedik az ormányát, ötödik az oldalát tapasztalta, és azt mondta mindegyik, hogy ez az elefánt. És elkezdtek vitatkozni, mert az egyik ilyet tapintott, a másik olyat tapintott, a harmadik félét, pedig azt kellett volna, hogy mindegyik kinyissa a szemét, és akkor látott volna. Úgyhogy a meditációval is ez a helyzet. Nagyon fontos, hogy tudj róla valamit, de azt is tudni kell a tudásról, hogy az elégtelen. És a tapasztalat maga fogja ezt beteljesíteni számodra, ha akarod. Ha nem, akkor Isten ments, akkor nehogy. Az a kérdésem, hogy ugye azt mondják, hogy üríts ki a fejed, és ne gondolj semmire. Amiről beszéltél jó indulatúan, az egy konceptuális üresség. A nyugati meditációs ugye, felfogás egyik nagy betegsége, és ebben nagyon sokan beletörtek, belekeseredtek, beledepisedtek az imaginárius vákum elérésébe. Tehát megint csak, ahogy a meditációról szóló kérdésnél, vázolnám az eredeti fogalmat, a szanszkritot, hogy legalább a szavak szintjén javítsuk ki ezt a tévedést. Módszertanilag szerintem nem követtél el, mert ma szem így egyenesen ott vagy mögötte, tehát az úgy rendben van. Tehát a sunyata, mint üresség, az valóban azt jelenti, hogy üres teljesség, úgyhogy nagyon fontos azt látni, hogy nyugati szemmel a keleti hagyományok a fogalmak szintjén nem értelmezhetők helyesen. El kell jutni egy komoly tapasztalatig ahhoz, hogy az új bort új hordókba tudjuk tölteni. És ne essünk szét. Vagy ne lőjünk ki különböző imaginárius magasságokba. És ne gyártsunk le egy sokkal rosszabb egoitást, mint amiből kiindultunk. Tehát ezeket a problémákat, amikor elérnek egy bizonyos súlyossági fokot, ezeket hívjuk dharma baleseteknek. Tehát a rossz kiindulás, általában sufni tuning, nincs élő hagyomány mögötte, elolvasott jó pár könyvet, majdnem megírt egy 13-at, de mégse, szerencsére, nem fogad el tanítót, mert minek, mert már tudom. A tanítás az ott ilyen nyersanyag fortyog benne, de nincsen egy világos darmakép, csak minden aspektusból tud pár szót, és nincsen mélység tapasztalás. Szangában meg azért nem megy el, mert ott mindenki más sok ilyen piszkos karmával rendelkezik, de az én buddha természetemhez ne szóljon hozzá senki. Tehát nem tud beilleszkedni. Ezek valós attitűdök, amiket most elmondtam. Miért van az, és először magam előtt is tagadtam, hogy az egyik gyerekemet jobban szeretem, mint a másikat, és ezt vissza is kaptam, tehát visszajelzésként is ezt kaptam a gyerekemtől, és én mindig azt mondtam, hogy nem igaz, mindegyik ötöket ugyanúgy szeretem, téged ezért, téged azért. Tehát ez miért van, hogy kapcsolódik össze a tehát a gyerekem karmája az enyémmel, vagy miért jött egyáltalán ez a gondolat akár nálam, akár a gyereknél? Nézd, eltérő karmáink vannak, tehát ha valaki az azonosságot kéri számon, hiba, ha valaki nem tud különbséget tenni, az is hiba. Tehát nem lesz két ugyanolyan viszony, még a gyerekek között sem. Tehát nem tudsz mindegyik gyerekedhez ugyanúgy viszonyulni, mert teljesen eltérő karakterek is tudnak lenni, és általában ugye ellentétek születnek egymáshoz testvéri szinten is, meg szülőgyerek szinten is. Miért csoda, hogy az egyikhez nagyobb érzelmi vonzódást élünk meg, mint a másikhoz? Ez teljesen rendben van. De ha ezen az alapon megkülönböztetem a gyerekeket, és eltérő módon nevelem őket, eltérő normarendszer, neked ezt lehet, neked ezt nem lehet, ott lenne a baj. És ezért kell ezt szépen kiegészíteni arra, hogy igen, nem vagytok ugyanolyanok, de minden esélyt egyenlően megkaptatok.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyha én mondjuk gondolkodom magamon, meg az életemen, meg a problémáimon, és jutok valamire, szóval mindig úgy érzem, hogy akkor az így rólam szól. Úgy én rájövök, én azt szerint mondjuk akkor cselekszem, és akkor így mi lesz a többiekkel? Ez a kérdés. Szóval nagyon jó. Többiekről sose esik szó, vagy nem vettem észre, hogy szó esik. Nagyon jó kérdés, amit mondtál, de amikor azt mondom, hogy társkapcsolat, vagy társadalom, vagy csoportkarma, akkor abban benne van a másik is. Csak a kérdés feltevője mindez saját magában kell, hogy rendezze. Ezért utaljuk vissza mindig saját hatáskörbe ezeket a dolgokat. Az nem azt jelenti, hogy ez önközpontú, de a saját tisztításodat saját magad tudod csak elvégezni. Ezért látszik ez mindig egyes szám első vagy második szemének, de valójában a fejlett gyakorlat az egyénileg és csoportban egyaránt végzett gyakorlat. Tehát nem az van, hogy elszigetelem magam a sufniban, és akkor csak ott, vagy pedig csak csoportban tudok gyakorolni, de honnan kimegyek, akkor utána megszűnt minden erőfeszítés, és amíg vissza nem térek a csoportba, addig képtelen vagyok gyakorolni, mert nincs motivációm meg egyebem. Tehát itt egyén és közösség, individuum és csoport közös gyakorlatáról van szó, de ezt mindig az egyén felől közelítjük meg. Miért? Mert mindenkinek a saját döntése. Mindenkinek saját magán múlik. Oké? És ez nagyon komoly, amit kérdezel, mert ez soha nem maradhat csak a te személyes szférádon belül. Hát, ha valaki családi környezetben vagy társkapcsolatban gyakorol, azonnyomban észreveszi, hogy a meditációjának hatása van a társára. Ha érti, ha nem. Ha csinálja, ha nem. Tehát megváltozol te, megváltozik a világ is, és ebbe a kapcsolataid is benne vannak. És ez van jogunk? Ilyet csinálja a másikkal? Tiltja valaki? Csak kérdezem. Ez nem jog kérdése, hanem őszinte és lelkiismeretes praxis kérdése. Ha nem meditálsz, akkor is változtatsz a másikon. Ha meditálsz, akkor is változtatsz a másikon. Milyen irányban? Milyen szándékkal? Milyen tudattal? Milyen lélekkel? Ez nem végzés, határozat és fellebbezés kérdése. Ez lélek kérdése. Én inkább azt mondom, hogy lehetőségünk van rá. Hogy a változás elkerülhetetlen folyamatát olyan irányba fordítsuk, amely közös boldogsággal, közös felébredéssel, közösen megélt, helyes élettel jár. Ez lehetséges. A tudatunk annyira sok mindenre képes, hogy tehát, hogyha ha én akarom, akkor ezt meg tudom változtatni, visszabírom fordítani? Hát van rá lehetőség. Esetfüggő, természetesen. Tudsz rajta változtatni, de hogy milyen mértékben, az attól függ, hogy mit akarsz. Tehát ha felszeretnél emelni egy 2 kilós követ, biztos, hogy sikerül. Egy 20 kilósnál már lehet, hogy segítség kell és hátizsák, és egy 200 kilósat te nem, de lehet, hogy a súlyemelő igen. Tehát milyen karmán mennyit szeretnél változtatni? Ettől függ. És a javaslatom az, hogy szépen fokozatosan. Erősítsük meg lelkünket a feladathoz. És ekkor sikerülhet változtatni rajta. És hogy mennyit, az ne legyen az elsődleges. Hogy milyen minőséget céloztál meg, az legyen az elsődleges. Hova raktad a lécet? Ne legyen se túl magas, se túl alacsony. És minden olyan lépés, amit abba az irányba tudsz tenni, az akkor úgy tűnik, hogy méltó hozzád, és méltó az erőfeszítésre. Hogy az a kérdésem, hogy a toleranciáról így mi a véleményed, hogy hogy lehet úgy csinálni, hogy az valóban működjön, mert nálam annyira nem működik. Tehát nem akarok embereket minősíteni, meg semmi, meg ítélkezni sem, de úgy érzem, hogy vannak olyan emberek a környezetemben, akik alacsonyabban rezegnek, és mondhatom, hogy kicsit butábbak, vagy nem értenek dolgokat, amik számomra már mondjuk evidensek. És itt tényleg nem nagy dolgokra gondolok, és a toleranciám az meg nincs annyira harmóniában ez, hogy hogy lehet ezt egy szintre hozni, hogy úgy hogy fogadjam el őket, vagy hogy fogadjam el magamban azt, hogy azzal a hozzáállással, ami tényleg itt a Mahajánának az alap motivuma, hogy hogyan segíthetek. Tehát világos, hogy különböző rezgésekkel vagyunk, de ezek között
fix, abszolút értékű értékítéletet tenni, ez hiba. És ezt is érzed, ebből jön a kérdés. Ha úgy viszonyulsz az emberekhez, hogy hogyan segíthetek nekik, és meglátod, hogy segíthetsz-e vagy sem, vagy ha igen, akkor hogyan, akkor áthidaltad ezt a szakadékot sokkal jobban, mint hogyha a saját ugye, distinkcióidból engeded, hogy ítélet legyen. A megkülönböztetés az fontos. Az egyik ember magas, a másik alacsony. Az egyik férfi, a másik nő. Az egyik előlül, a másik hátul. Ez mind rendben van. De ezek alapján ítélni fölötte, az hiba. És ekkor van szükség arra, hogy a hozzáállás megváltozzon, és akkor megváltozik már a közös teretek. A segítő hozzáállás az nem fogja felszabdalni a jelenlétet. Kapcsolatot teremt. Úgyhogy a toleranciának is ez az alapja. Ha más nem, akkor utolsó mencsvárként azt is mondhatod magadban, hogy igen, neki is ugyanolyan buddha természete van, mint nekem. Csak a karmája más. Ez általában szokott segíteni. A lényege a történetnek, hogy egy ideje én érzem, hogy van valami feladatom, amit megpróbáltam letenni, de nem megy, tehát ez van. Létezik például ilyen, hogy valaki látja, hogy mit kellene tennie, de nem tetszik neki az a feladat? Ez konkrétan arról szól, hogy megtapasztaltam saját magam is közeli rokonok által, hogy aki a halál közelébe kerül, az megváltozik. Ez elindított egy olyan úton, hogy segítsek az embereknek, hogyha a halál közelébe kerülnek, akkor legyen még idejük, tehát éljék túl azt a traumát, legyen idejük kiforgatni azt a változást. És ez odáig ment el, hogy először elvégeztem egy civil szakma mellett, civil élet mellett a mentőápolóit, most a mentőtisztire járok, és úgy érzem, hogy ezt annak ellenére, hogy nagyon nagy az ellenállás az osztálytársaim és az egészségügyben dolgozó, engem, mint önkéntesként elfogadó kollégák között, és kollégákkal ellenem, úgy érzem, hogy ezt csinálni kell, de kellemetlen oda menni és csinálni. Értelek. Nagyon köszönöm, hogy föltetted ezt a kérdést, mert itt nagyon komoly életkérdés van. Az egyik, hogy mit csinálj a saját tapasztalatoddal, amely ugye a képzés fényében gyakorolható terápiává válik. De ezt a környezet nem nagyon szereti. Így van? A betegek szeretik. Az egyéb környezet nem szereti. A család szereti. A kollégák nem szeretik, nem értenek egyet azzal, hogy én hármas egységnek látom az embert, és nem értenek egyet csak azzal, hogy anyag. Már nem próbálom megmagyarázni, ezen túl vagyunk, már megyek és csinálom én magam, már egy éve lassan. Nem érzem, hogy előre léptünk volna, egyre nagyobb az ellenállás, tehát valamit biztos rosszul mutatok, vagy pedig már nem is beszélek. Nagyon nehéz egy ilyen tapasztalatot és terápiát elfogadtatni emberekkel, és én nekem az a javaslatom, hogy ne próbáld meg elfogadtatni a kollégákkal ezt, hanem viszonyulj a kollégákhoz nagyon korrekt módon. Tehát, ha nem akarják elfogadni, rendben van, te elfogadod őket úgy, ahogy ők vannak. Ők szeretnének ítélni a te terápiás módszered fölött, te nem ítélsz az ő közelítésük fölött. Előbb-utóbb kikerültök ebből a szenvedő birodalomból, hogy az ítélethozattal azonos szintjein csattanjatok. Ez nagyon fontos. Tehát ne azon a dualisztikus szinten légy, mint ők. Ezen már túlléptünk. Már nem csattanunk. Akkor mi a probléma? Az, hogy nehéz. Mitől nehéz? Mert azt szeretnéd, hogy elfogadjanak. Hogy elismerjenek. Nem engem. Hanem hogy azt, hogy a terápiás módszert, igen, persze, hogy ez van. De ez még mindig személyhez kötött, különben nem lenne nehéz. Hogyha saját magadhoz kötöd ezt a módszert, és annak az elismerését szeretnéd, akkor nehéz. Nem. Azt szeretném, hogy a beteg, aki ott fekszik és szenved, megkapja azt az ellátást és azt a tiszteletet, amit én úgy érzek, hogy egy embernek meg kell kapnia. Nem nekem. Ha más adja, az is jó. Rendben van, de ez nem fog bekövetkezni. Tehát nem fog bekövetkezni. Ez is az, hogy az legyen, amit én szeretnék, mert hiszek abban, amit csinálok, hiszen a tapasztalat visszaigazolta, hogy ez működik. Tehát akármennyire is a beteget tartod szem előtt, ez mégis a háttérben rólad szól, és ezt nem állítom, hogy ez rossz. Nem követsz el hibát ezzel.
te nem tudsz így a személyeden keresztül jövő helyesnek látott gyógymódtól elvonatkoztatni. Bízni kell abban, hogy mindenki a saját útját járva helyes tapasztaláshoz jut. És akkor eljut esetleg az a kollega is egy olyan állapotba, amikor hasonló módon teljes értékű terápiát tud végezni halálközeli embereken. Tehát bízni kell ebben, mert nem tudod a saját tapasztalatodat fogadókészség hiányában átadni a másiknak. De nagyon szeretnéd. Tarts ki, és nézd meg azt, hogy azok az irányzatok, amelyek elvállalták így önmagukat, és nem a külső véleményekkel törődtek, azok mindig kisebbségben maradtak. Nem lettek tömegmozgalom. A minőségorientáltság kizárja azt, hogy ilyen hatalmas tömegek és mennyiségek vegyék körül ezt az értéket. És ez rendjén van. De akkor ki kell bírni azt, hogy a világ nagy része ezt nem fogja megérteni. És ezzel a boldog tudattal kell csinálni, hogy te, amit csinálsz, az a paciens és a családja részére teljesen megfelelő, és csak ez az, ami számít. Szeretném megköszönni a ma esti figyelmet mindenki részéről, azt az időt, amit együtt tölthettünk, és a kérdések és a válaszok által a Dharma egyes részeit megismerhettük. Külön köszönöm a szervezők munkáját, hogy ide sikerült összehozni ezt a Dharma beszédet, és őszintén remélem, hogy a közeljövőben együtt tudunk gyakorolni, együtt tudunk meditálni, és megismerhetjünk tudatunk, lelkünk mélységeit azért, hogy egy minőségibb, jobb világban éljünk. Köszönöm szépen!